Szevasztok, Peti vagyok és az Ava Group média csatornát nézitek. Folytatódik a Sonofos sorozatunk. Megjött a 10 darab Sonoff Mini, amit ugye a kapcsolók mögé fogunk beszerelni, de a mai epizódban megmutatom, hogy hogy kell csatlakoztatni ezeket a Sonofokat a telefonotokhoz, akkor is, hogyha ők ezt nem akarják elsőre, illetve hogy működik a szoftver, ami jön vele, és utána integráljuk őket egy Google Home rendszerbe, hogy akár szöveges parancsal e, is tudjátok őket aktivizálni. És utána majd a sorozat későbbi részében pedig fölmásoljuk rá a saját szoftverünket, a Tasmotát, hogy függetlenné váljunk a Sonoff által kínált EV-link programtól. Úgyhogy, ha érdekel a téma, maradjatok velünk, azonnal kezdünk. No tehát itt vagyunk a számítógépnél, azért vagyunk a számítógépnél, hogy föl tudjam nektek venni itt a kép bal oldalán, hogy mi is történik a telefonon élőbe, miközben csináljuk itt a dolgunkat. Ugye a felállás ugyanaz, mint korábban, van egy Sonoff Minink, ahhoz csatlakoztatunk egy bemeneti kábelt, amit majd ebbe az áramforrásba fogunk bedugni, és itt van egy építési lámpa, hogy lássuk, hogy mégis működik a dolog, valamint itt van az Android telefonunk. A Sonoff Mini, ez még soha nem volt bedugva a 220-ba, tehát épp, hogy kivettem a csomagolásából, és csatlakoztattam hozzá a kábeleket. Tehát az első lépés az Androidos telefonon, de amúgy iOS-en ugyanígy működik. Elindítjátok a Play Store-t, vagy hát ami a apple megfelelője, és rákerestek az Eevee Link nevű programra. Az Eevee Link nevű programot telepítitek, és miután megnyitottátok a programot, most én ezt nektek nem tudom megmutatni, mert akkor elveszik az összes beállításom, de regisztrálni kell. Teljesen egyszerű, kér e-mail címet, jelszót, ö és akkor regisztráltok. Egy ugyanilyen felület fog várni titeket, csak hát még nem lesznek benne a szonofok. Valamint, ha már itt vagyunk a Play Store-ban, akkor érdemes azonnal rákeresni a Google Home nevű programra, amit ebben a videóban meg fogom nektek mutatni, hogy hogy tudjátok a Google Home-ba integrálni a ti szonofjaitokat, hogy akár hangvezérléssel tudjátok majd elérni a különböző eszközeitek funkcióit. Úgyhogy következő lépésként be fogjuk dugni a szonofot a 220-ba, és megmutatom, hogy hogy csatlakoztatjuk azt a telefonhoz. Tehát lekapcsoltam a lámpát, hogy jobban lássátok majd, hogy itt a LED miként fog villogni. Bedújjuk az eszközt a 220 beindul, és pontosan így kell, hogy villogjon. De csak az újabb eszközök villognak így, mint például a P20 vagy a Sonoff Mini, a régebbi eszközök, azok gyorsan egymás után fognak villogni, majd azt is mindjárt megmutatom, hogy miért és hogyan. A telefonotokon találtok itt alul egy plusz jelet, és fönt van a Quick Pairing gomb, ez a Quick pairing a jelző villogása, amennyiben régebbi eszközötök van, akkor itt alul a Compatible Pairing Mode-ra kell majd kattintani, mindjárt megmutatom azt is. Megnyomjuk a Quick Pairing gombot, ilyenkor ugye már hozzá kell, hogy legyünk csatlakozva ahhoz a WiFi fi hálózathoz, amiről később szeretnénk, hogy működjön a Sonoff. Megadjuk a jelszót. A kis seggereknek nem, hogy ez a wifi hálózat nálam hardveresen teljesen el van választva az összes egyéb eszköztől, telefonoktól, számítógépektől, pont azért, mert a Sonoff ugye egy kínai szerverrel van kapcsolatban, ha elküldik nekik a, elküldi nekik a wifi fi akkor ugye azzal betörhet bárki a rendszerbe, ezért nálam ez nem történhet meg, megnyomjuk a tovább gombot, és várjuk, hogy az eszközök párosodjanak. Az esetek legkisebb százalékában működik ez a párosodás. A legutóbb, mikor 4 Sonoff P20-at vettem, abból egyetlen egynek sikerült így csatlakoznia a telefonhoz. Ugye, minek kéne most történnie? A Sonoff-ban van egy wifi adó, a telefonnak csatlakoznia kéne ehhez a Sonoff wi hez megmondania neki az előzőleg beállított wifi fi SSID-t és jelszót, majd megint a telefon elengedi a szonofot, a Sonoff bejelentkezik a megadott jelszóval, felhasználó nével az itteni wifi be jelentkezik vele az e link szerverre, majd a program, ugye mivel ő is kapcsolatban van az e-billing szerverrel, jelzi, hogy a szerver látja a szonofot, de mint ahogy azt a villogásból is látjuk, ebben az esetben megint csak nem történik semmi. Úgyhogy a következő megoldás. Ugye végig várhatnánk, hogy lejárjon az idő, de tudjuk, hogy nem fog megtörténni. Sajnos valamiért ez az új párosítási módszer nem akar működni. Nem kell kétségbeesni, nincs tönkre menve a szonofotok, ha bár most éppen valami történik. Mikor így villog, akkor ő megpróbál bejelentkezni egy wifi hálózatra de nem sikerült neki, láthatjuk a monitoron, hogy ez nem jött össze. Ilyenkor meg lehet próbálni a kompatibilitás módot. A kompatibilitás módot, ha aktiváljuk, akkor látható a telefon képernyőjén, hogy így kell, hogy villogjon a LED. A LED ahhoz, hogy így villogjon, ahhoz megint csak ki kell húzni, bedugjuk, megvárjuk, hogy várja a csatlakozást, és legalább 7 másodpercig meg kell nyomni a szonofon lévő gombot, bármilyen szonofotok van, az azon lévő gombot meg kell nyomni legalább 7 másodpercig. És most gyorsan villog a LED ha most a telefonon megmondjuk, hogy tovább, még mindig egy emlékszik a jelszóra, tovább, akkor megpróbál csatlakozni a Sonoffhoz. Hozzáteszem, hogy mivel ez egy Huawei telefon, nekem is először arra gondoltam, hogy a telefon hibája, hogy nem csatlakozik a Sonoffhoz, és most is látjuk, hogy nem teszi azt. Mit kell csinálni? Figyeljetek a kép bal oldalára. Bemegyünk a wifi beállításba, és az ITEAD mindig az ITEAD wifi adó a Sonoff wifi adója, és megerőszakoljuk, hogy kézzel csatlakozzon hozzá. Nem mindig fog ezt megtörténni, most kivételesen elsőre sikerült, gyorsan visszaváltunk a szoftverre. Van, amikor négyszer-ötször kell ráerőszakolni, megkérdezi, hogy csatlakozzunk-e hozzá, hisz nincsen rajta internet. Csatlakozik, és most láthatjátok a képernyőn, hogy elkezdte a párosítást. És már csatlakozott is a telefon a szonofhoz. Ilyenkor a telefon átadja az információt a wifi hálózatunkról a szonofnak. Ez azért eltarthat jó néhány másodpercig sikerült regisztrálni. Megadhatunk a szonofnak egy új nevet, én ezt a lépést most egyenlőre kihagyom, később meg lehet változtatni. És láthatjuk, hogy a szonofon a LED folyamatosan világít, tehát csatlakozott az e szerverhez, és látjuk, hogy a frissen hozzáadott eszköz online a gomb megnyomásával a lámpa fölvilágít. Mindenkinek azt javaslom, hogy ennél a lépésnél az első az legyen, hogy a három pontra kattintva a beállításoknál, azon túl, hogy adsz neki egy nevet, hogy tudod, hogy ez melyik, a szoftvert frissítsd, hogyha nem lenne frissítve. Na visszakapcsoltuk a lámpát, és most megmutatom, hogy hogy lehet az Android-ban a szonofjaitokat, az EV Link ...hez csatlakoztatott szonofjaitokat Google Home-hoz csatlakoztatni, és hogy tudjátok eszközeiteket hangvezérléssel ki is bekapcsolni, mint például így. Oké okay, Google, test einschalten. Oké okay, Google, test ausschalten. Tehát ez megnyitjátok a Google Home alkalmazásotokat. Nálam ez még német, és ne felejtsétek el, hogy a Google Home sok másik nyelv mellett a magyart még nem támogatja, úgyhogy vagy németül, vagy angolul tudjátok használni. Tehát az eszközök hozzáfűzéséhez e linken keresztül megnyomjátok a plusz gombot a sarokban, egy új eszközt szeretnétek hozzáfűzni, és itt az alsóra kell kattintani, ami azt jelenti, hogy már vannak eszközeitek más ö, szolgáltatónál. Ilyenkor itt fönt a kereső menü mezőbe beírjátok, hogy EV-Link, és itt van az EV-Link Smart Home. Nálam már ez ugye csatlakozó van, ti itt megadjátok az EV-Link e-mail címet, amivel regisztráltatok, illetve jelszótokat, és mihelyt végment a folyamat, látjátok itt az összes eszközötöket. Amilyen nevet megadtuk az eszköznek az e programban, az a név jelenik meg itt a listában. Itt látható, hogy legalul ott van a teszt, amit ha bekapcsolok, akkor bekapcsol, ha kikapcsolok, akkor kikapcsol, és működik hangvezérléssel is. Ennyi volt ez a rész mára, Iratkozatok fel a csatornára, osszátok meg ezt a videót ismerőseitekkel, és gyertek vissza legközelebb, amikor Fölmásoljuk a saját programunkat a szonofjainkra, azért, hogy függetlenek legyünk egy kis kínai cégtől, aki kis kínai titkos szervereken ellopja a mi kis wifi jelszavainkat, és betörhet hozzánk. Mielőtt bárkinek eszébe jutna, a videóban látott wifi és jelszó az teljesen le van választva az én hálózatomtól, tehát az összes szonofom nincs fizikai kapcsolatban a számítógépekkel, meg telefonokkal, nem tudtok rajta keresztül betörni hozzánk. Ha ez a téma is érdekel, tehát internetbiztonság, akkor szintén gyertek vissza, lesznek még ilyen részek, szevasztok!